Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai vendégem egy író-költő, aki rendkívüli tehetséggel bír, és ezt megerősítheti az a sok-sok könyv, ami itt van előttem. Erről is fog szó esni, tehát Kis Gábor, aztán Gabesz Véj, és Gabriel Szent könyvei fekszenek itt előttem. De mielőtt bemutatnám és beszélgetnénk vele, azt gondolom, hogy egy részlet az egyik versből. Gondoltam én, hogyha a polgármester úrnak, mármint Cserpalkovics András polgármester úrnak tetszik, hiszen megosztotta a Facebookon, akkor nekünk is jó lesz, mert ez nagyon sok mindent elmond a szerzőről. Királyom, az álmunk közös, ezer éve alszik itt a tegnap, van, ki gyorsan múlik, s van, aki marad, örök, együtt. Igen, csak együtt megy tovább, ki szeret, marad, ki nem, van máshol is világ. Barátom, gyűlöletet dugd egy zsákba és dobd kukába, ez nem az a hely, itt a gyermek nevetni mer, otthon a szó. Mit keresel? Rajzol magadnak valódi holnapot, segítek, hisz érted is vagyok. Veled nem félek, gyere merjünk élni ma is egy igazán nagyot. Tehát vendégem Kis Gábor, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz. Örülök, hogy eljöhettem. No, élet a kirakat mögött, a kisfiú és a bohóc, bohóc szemmel, firkák a szívemen, csoki csili lime, aztán Gabriel Véjtől nyúl a metróban, a félezer szintén, és itt van a sehol, az utolsó Budapest sehol. Egy fantasztikus sor, és hát nekünk azt kéne megtudnunk, hogy az indítatást, mert hogy annál fontosabb nincs. Hogy egy kicsi gyermek, egy fiatal, nyilvánvaló, hogy aki kellő tehetséggel bír, miként kezdi? Melyek voltak az első próbálkozásaid? Hát az első próbálkozások azok még általános iskolában voltak. Emlékszem, hogy még édesanyám munkahelyén egy írógép volt, és azon pötyögtem le az első verseimet, amik még nagyon kezdetlegesek voltak. Aztán a legfontosabb esemény, amire mondhatom, hogy elindított a pályán, az a 1993-ban volt, amikor is ugye az Edda Művek gitárosa Kun Péter halálos balesetet szenvedett, és ő nekem jó barátom volt. És akkor felgyülem lett bennem egy olyan fájdalom, amit nem igazán tudtam kezelni, hisz az volt az első olyan, hogy elvesztettem egy közeli ismerősömet, barátomat. És akkor az első verseket, az első igazi verseket, azokat róla, meg erről a fájdalomról írtam. Majd ez ugye 17 éves voltam ekkor, ez úgy ösztönzött arra, hogy amikor jött bármi olyan érzés, amiről úgy éreztem, hogy tudok írni, akkor azt írjam le, akkor is, ha csak ez egy vers kezdemény, vagy akár egy novella kezdemény, és akkor majd később formálódik, majd később lehet belőle, született belőle vers. És hát így teltek az első évek, az első 9 év az így eltelt ezzel, hogy én csak irogattam, és akkor egy új munkahelyre kerültem, ahol is voltak olyanok, akik ezeket elolvasták, és ők biztattak arra, hogy ezek nagyon jók, mi lenne, ha csinálnánk belőle egy könyvet, segítenek nekem, és akkor ebből született az Élet a kirakat mögött, ami tényleg teljesen egy ilyen baráti vállalkozás, ami nem hivatalos kiadónál jelen meg, de hivatalosan, tehát ugyanúgy ISBN számmal rendelkezik. És annak az volt a legnagyobb öröme, hogy ugye azt még ráadásul emlékszem rá, hogy a nagyszüleim finanszírozták, ugye ez pont 20 éve jelent meg ez a kötet. És pár hónap alatt visszajött az ára, mert ott annál a cégnél leginkább annyira sikeres lett, hogy elfogyott szinte az összes. Mára talán 2-3 darab így nagy nehezen maradt még belőle, és hát ez volt az indítatás, ezek voltak az első lépcsők. De ez megerősítést jelent egyrészt a népszerűséged, másik oldalról pedig az, hogy az írói költői pályád folyamatosan emelkedik. De mielőtt erről beszélnénk, essék szó a sportról, hiszen rendkívül fontos, meghatározó szerepet játszott az életedben. Így van, ez még sokkal korábban is jött, tehát ott hát, menjünk el akkor Vízivárosba. Így van, ott tanultam, hát akkor ugye még Borosi-Rográd lakótelepi általános iskola néven szerepelt, és hát soha nem felejtem el, ugye ahol ma már szálloda van, ott volt egy ikonikus sportközpont, ugye a Gödör nevezetű,
És hát az is egy kerek évforduló lesz jövőre, sajnos már nagyon nagy számmal, mert emlékszem, hogy 83-ban játszottuk az első hivatalos mérkőzésünket, iskola mérkőzés volt, és arra is emlékszem, hogy a Vörös Marti általános iskola ellen, és ott védtem először, és akkor ott dőlt el szinte, hogy a kapuskesztyű lesz, ami engem végig kísér. És akkor utána jött, mint sokaknak a videóton, ott lettem előkészítő, és azt hiszem akkor még úgy a serdülő előtti részt még úgy nevezték. Hát itt, ott ugye az volt a gond, hogy mindig nagyon sokan voltunk, úgymond kellett egy kis támogatás is, hogy az ember följebb lépdeljen. Hát a mi csapatunkból talán tényleg csak Nagy Lajos volt, aki, meg a Matus Sándor, ugye majd később a Gásszerbe, aki profi focista lett, talán senki, meg a Dvéri Zsolti, tényleg őt már nem kifelejtettem, ő volt az én korosztályom. Így az edzőnk hívására átmentünk akkor a MÁV előrébe, és itt folytatódott a sportpályafutásom, itt lettem először úgymond bajnok az iskolai bajnokságokon kívül, és az serdülőben volt már, ez 1990-ben, ha jól emlékszem. És a sportpályafutásomnak úgymond a csúcsa az a Gásszer FC volt, ahol nagyon szerettem lenni, mert olyan kis családias csapat volt, annak ellenére, hogy minden évben egyet-egyet följebb lépdelve eljutottak az NB1-ig. Aztán utána sajnos az a csapat ugye megszűnt. No, tehát a sport az nyilván tovább folytatódik az életedben, hiszen az életünk része, aki egyszer is belekóstolt, az nem fogja elfelejteni. Ugyanakkor az írást ugye 93-at említetted Kumpérter halálával. Miként tudtál kiteljesedni és stílust találni, állandó stílust? Hiszen az koránt sem mindegy, hogy az indítatás megvolt, ugyanakkor az, hogy elfogadják azt a fajta stílust, és könyvekben is, és ráadásul kelendő legyen bizonyos értelemben. Kiket szerettél volna megszólítani első körben? Hát a nagyon fontos dátum, meg esemény nekem itt, amit soha nem fogok elfelejteni, igazából egy emberhez köthetem, az 2006. Akkor bekerültem egy pesti irodalmi műhelybe, az akkori közösségi oldalon fedeztek fel, oda tettem ki a verseimet, ugye az IVIV volt akkor még, és ott Putnoki a Dávid hívott Pestre, hogy látta, úgymond azt mondta, hogy látja verseimben a tehetséget, ha van kedvem tanulni, mert addig ösztönből írtam, akkor csatlakozzak hozzájuk. Ez egy havi egyszeri találkozó volt egy hotelnak a kis konferenciatermében, és ott tanultunk írni. Tehát ott mondhatom azt, hogy megtanultam azokat a, nem sok szabály van, de azt a pár szabályt, ami jobbá tesz egy verset, és utána folyamatosan csiszolt engem, hát szerintem 8 évig voltam ebben a műhelyben, és ott folyamatosan csiszolódott a stílus, és ő mindig azt mondta, hogy jussunk el addig, hogyha elolvassák egy versemet, egy írásomat, és nincs kiírva, hogy én írtam, akkor is fölismerik. Tehát a lirikusok irodalmi műhelyről, igen, beszélünk egyéb iránt, és szorgalmas voltál, vagy a tehetség és a szorgalom járt kézen fogva nálad? Én úgy érzem, hogy csak a kettő együtt működhet. Muszáj szorgalom, az viszont azt a sportnak köszönhetem szerintem, tehát én mindig is az voltam, aki nem a pályán szeretne lenni, és csak úgy tengni-lengi, hanem aki nyerni akar. És ugyanezt éreztem mindig az írásnál is. Hát csak olyan munkát adja ki a kezemből, amire azt mondom, hogy nem azért született meg, hogy legyen még egy, hanem azért született meg, hogy legyen egy olyan, ami igazi, amire azt mondom, bármikor azt merem mondani, hogy igen, ezt én írtam, vállalom, és nagyon büszke vagyok rá. A főiskolás évek alatt miként folytatódott ez? Hogyan sikerült a kettőt összeegyeztetni? Hát nehéz. Az a 3,5 év az nagyon nehéz volt. Az mindenképp, mert ugye amellett még ott volt a munka is. Tehát akkor már javában dolgoztam, akkor ugye levelezőn végeztük az egyetemet, a főiskolát. Akkor nagyjából azért úgy szünet volt. Tehát akkor mindig úgy volt, hogy amikor születtek írások, születtek, eltettem, ugye számítógépen tárolva, és hát igazából az egyik, amikor nem tudtam, hogy mi lesz, meg hogy lesz-e folytatás, az 2015 volt, az pont, amikor nagyjából kezdtük volna, hogy is volt, vagy nem, akkor végeztünk már majdnem az egyetemmel. És ott azért volt egy kis törés, mert akkor az irodalmi műhely olyan irányba ment, amivel már sokan nem értettünk egyet, nem akartunk maradni, meg hát most lehet, hogy elég is volt éppen az a 8 év. És akkor önálló terepre kellett lépni,
és akkor nem tudtam, hogy mi lesz. Tehát, hogy lesz-e folytatás, addig Röttkönyv megjelent, és hogy én ezt egyedül fogom-e tudni csinálni, de hogy ismertem magamat, úgy voltam vele, hogy igen, nem akarom abba hagyni semmiképp, és hát büszke vagyok nagyon az azóta eltelt 7 évre is, amikor is ugye megduplázódott lényegében a könyvek száma. Ugye versekkel kezdted, aztán jöttek a novellák, regények. Mi határozza meg a írói létedben, hogy mikor, mivel foglalkozol? Igazából az újat alkotni vágyás. Úgy gondoltam, hogy mindig szerettem kipróbálni új dolgokat, és ha úgy éreztem, hogy az adott dolgot ugyanolyan szinten tudom csinálni, akkor folytattam is. A vers az mindig is meg lesz. Tehát, nem néztem utána, megmondom őszintén, hogy melyik költő hány verset írt, tehát nem vagyok ilyenből felkészülve. Azt tudom, hogy én most direkt a 10. könyv alkalmából összeszámoltam, és a 650. versem fog nyomtatásba megjelenni. Soha nem gondoltam volna, hogy lesz ennyi. A másik kedvenc műfajom ez a modern fantázia világa, ami Neil Gaimannak az írói példaképem úgymond, ugye van egy 2002 környéki olyan könyv, amiből film készült, a Csillagpor nemzetű, az az egyik kedvencem, és az a világ még nagyon közel áll hozzám, tehát valószínű, hogy abban fogok még alkotni, és az utolsó könyv a Budapest, ahol az ebben a világban készült. A meséket is nagyon szeretem, az ugye az előző könyv, a Kompót és Kuglóf, az egy teljes gyerekmese gyerekrajzokkal díszítve, de az egy olyan gyerekmese, ami úgy gondolom, hogy ugyanúgy szól hat felnőtteknek is, tehát van egy mögöttes mondani valója. És az fontos, úgy érzem, hogy a mese mindig jelen legyen az életünkben, tehát nem életkorhoz kötött, akárhány évesek lehetünk, csak addig lehetünk boldogok, ez az egyik életszemléletem, amíg merünk hinni a mesékben, és amíg merünk álmodni. És az álom az mindegyik műfajban fontos, akár egy novellában, akár egy versben, akár a mesében, akár a felnőtt irodalomban is. Nyilvánvaló, az ötletgazdaság természetesen megjelenik, ugyanakkor nagyon-nagyon fontos, hogy miként választasz témákat, hiszen a téma önmagában az emberre is jellemző általában legalábbis. Melyek azok a komponensek, amelyeket mindig előszeretettel előveszel? Az egyik a bohóc, az egyértelmű, az tényleg az első könyvemtől az utolsóig. A több okból is, tehát mindig megkérdezik, például ugye a közösségi oldalon is oda van írva, hogy van egy ilyen a hashtagem, hogy csak egy bohóc, hogy miért ez. Az egyik a foci révén, mert ugye a kapusokat mindenki kicsit bolondnak tartja, hogy minden, bármilyen a pálya, ők vetődnek, ugrálnak, összetörik magukat. A másik összetevője az Piero zenéje volt, aki ugye félig festett arccal jó pár bohócos számot énekelt, amiket nagyon szerettem. A harmadik meg az, hogy nagyon nagy művészeknek tartom őket, hisz a bohóc bármilyen állapotban van belül, fölkeni a sminket és kimegy nevettetni. És egy kicsit én is ilyennek érzem magam, hogy szeretek másoknak inkább pluszot és jó kedvet adni. A másik titka, én úgy érzem az én írásaimnak az, hogy a valóságból merít. Tehát nem szeretek olyan műveket írni sokszor, ami semmi köze a valósághoz, úgymond. Tehát a modern fantáziát is azért szeretem egy kicsit jobban a többinél, mert ott is mindig a valóságot keverjük a fantáziával, meg ami visszatérő még az én könyveimben, hogy valós karakterekben, tehát sokszor az ismerőseim, barátaim jelennek meg egy-egy szerepben, akár a családom is, az ő tulajdonságaik, tehát magukra tud ismerni, és ezért szerethetik még sokan úgymond az írásaimat, mert hogy emberközelinek tartom. Az olvasottság, a vásárlók száma motivál? Nem, megmondom őszintén, hogy nem. Nem, mert hát, ha kimondjuk, hanem manapság sajnos az irodalom ugye nem egy divat irányzat. Szerencsére nekem a családomban szinte mindenki szeret olvasni, viszont az ismerőseim között nem sokan, főleg ha a focistákat nézem, szintén nem akarok általánosítani a sportolók révén, bár a fiataloknál nem is kell, mert a fiatalokra azért nagyjából igaz, hogy nem annyira szeretnek olvasni, mert rengeteg más elfoglaltsági lehetőségük van, viszont ezért jók a versek szerintem, mert nagyon sok csapattársamnál legalább azt elértem, hogy a verses kötetet kézbe vettem, mert ugye egy-két perc alatt elolvasott egy verset, és ha akarta, félre is tehette.
nem kellett több időt rászánnia, és ott kaptam jó pár olyan visszajelzést, ami meglepett, hogy hát ez a könyv ez nem is olyan rossz, meg hogy tök jó verset olvasni, mert ezt ő is átélte, csak nem tudná így leírni, és hogy tök jól le van írva, meg érti, hogy mi van a versben, és ez az egyik legjobb. Igazából nem is a példányszámfogyás a lényeg, hanem a visszajelzések. Tehát én azt hiányolom sokszor, hogy nagyon kevesen jeleznek vissza, és bármilyen legyen ez, kritika legyen, dicséret legyen, mindebből tanulni lehet. És a fiatalokat mennyire vonzák? Miként látod most az a fajta stílus, amit te képviselsz? Hiszen azért látjuk, hogy ez nekik szól. A fantázia dús mindenkinél, de valahol meg kell ragadni, valahonnét el kell indulniuk, valamit meg kell tapasztalniuk és átélniük. Ezt mind-mind megadod. Igen, szerintem az egyik hátránya ennek a műfajnak ugye az, hogy nagyon sok szemben álló műfaj van vele szemben. Ugye nagyon könnyű elindítani manapság egy filmet, amikor minden tele van filmekkel, mert ugye ilyen-olyan mozicsatornák, stb. És sokkal könnyebb megnyomni a play gombot, mint kézbe venni egy könyvet, holott én mindig is azt tartom, meg azt próbálom nekik elmagyarázni, hogy ott nem azt látják, amit a rendező elképzel, hanem ott maguk elé képzelhetik azt a világot, amit az író leírt, és lehet, hogy tök másképp látják, mint ahogy egy rendező láthatná, és az sokkal jobb, mint hogyha egy adott koncepciót vetítenek eléjük. És hát nagy ritkán sikerül meggyőzni egy-egy fiatalt, hogy igen, bár Fehérvár ebben a szempontból szerintem nagyon jó, mert azért itt sok olyan kezdeményezés van, ami a fiataloknak szól, és sokszor rábeszélnek olyan fiatalokat is, akik biztos, hogy nem indulnának el ezen a vonalon, mert megtetszik nekik, mert látják, hogy ez tök jó, ki lehet ragadni a hétköznapok sodrásából. Az egyik legfontosabb dolog amúgy szerintem a könyveimben, meg a könyvekben általában ez, hogy egy kicsit kiragadjon a hétköznapokból, mert azért be kell vallani mindenkinek, azért sok-sok mókuskerék napja van. Mm-hmm. És ha már egy picit tud olvasni, ha csak egy 20 perce van, akkor is érdemes, mert lehet, hogy kiragadja, hogy hoppá, átkerültem egy másik világba, és hogy ott mennyire jó nekem. Könnyen érsz? Igen, szerencsére már könnyen. Tehát ez is nagyon érdekes, nagyon fokozatos volt. Tehát tényleg az első, hát szerintem az első 15 évben, tehát hogyha 93-tól nézem, ott az volt, hogy amikor ihlet volt. Tehát ott nem volt az, hogy bármikor tudtam írni, és akkor az irodalmi műhelyben ezt is tanították, tehát voltak ott ilyen impro percek, az nagyon hasznos volt. Tudom javasolni mindenkinek, aki egy kicsit esetleg ebbe a műfajba szeretne, és mondjuk még fiatal, és most bontogatja a szárnyait, hogy akár ismerősökkel üljön össze, és próbálják ki, mert egy tényleg nagyon jó dolog. Ez annyit jelent, hogy mindenki mond egy 2-3 szót, és akkor megvan határozva, hogy mondjuk plusz még 3 szót lehet hozzátenni, és egy negyed óra alatt abból az összegyűlt szóhalmazból kell írni egy verset, úgy, hogy tényleg csak egy pár szót lehet, és ez nagyon jó gyakorlat arra, hogy később bejussunk oda, hogy én is most már, hát volt olyan, hogy most az új könyv például 4 nap volt még a leadásig, és hiányzott 17 vers. És akkor 4 nap alatt teljesen különböző 17 verset megírtam, volt úgy, hogy másfél óra alatt 4-et, mert akartam írni, mert járt a fantáziám, járt az agyam, és akkor megszülettek a versek. És nem azért született meg, hogy meglegyen a 600. Igen. Egyébként milyen lett a 600? Azt most konkrétan nem tudom. Azt hiszem, hogy a 650-esre írtam egy 650-es címűt, ahol egy kicsit az ilyen írói visszaemlékezés, hogy igen, elkezdtem, csináltam, és valahova eljutottam, azt hiszem a 650-ig. 600-ra talán nem írtam, meg akkor még nem számoltam össze, tehát úgy voltam, akkor még fogalmam sem volt, hogy hol járok. Azt tudtam, hogy 600 környékén, mert eleve a verses blokknak az új könyve az lett a címe, hogy 600 felett csendesen. És a 650-esre írtam egy olyat, meg az utolsó versem, ami a jelenleg a könyvben van, annak az lett a címe, hogy a hány oldalt eddig kiadtam, és a 10 év, meg a 20-as, tehát mintha egy dátum lenne, nem tudom, most meg 2500, nem tudom pontosan, 2010. hó 20, tehát egy ilyen címet kapott, az az utolsó versem, amiben egy kicsit úgymond elbúcsúzom az olvasóktól.
Mennyire vonz a színház? Hiszen én azt gondolom, hogy ilyen sokszínű egyéniség, aki ráadásul tartalmat ad, annak a színházban a helye. Hiszen látjuk, és nem csak a Vörösmarty Színház okán, hogy a kortárs szerzőknek egyre nagyobb keletje van, ha úgy tetszik. Nyilvánvaló, hogy el kell érni azt a szintet, de én azt biztos vagyok benne, hogy te képes vagy rá. Vonz a színház? Igen, nagyon. Hát ugye én régóta nagy színházrajongó vagyok, a Harry és a Grízegor nagy színi tanodás Vörösmarty Színházas bemutató, minden hónap ott voltam egyszer legalább a Harryn és a Grízen. Nagyon szerettem. Majd amikor, hát nagyjából mindig Keller János művész úrhoz datálom az én színház szeretetemet, mert körülbelül akkor kezdtem el a színházért rajongani, hát volt az Ankorai Szerelmesek, azt hiszem abban mutatkozott ő be. Azt ilyen 16-17-szer láttam, tehát nem tudtam megunni. Akkor ugyanúgy a Mágnás Miskát, mert abba is szinte először játszott, azt is ugyanennyiszer. A Diótörő és Egér Király volt a másik olyan darab, amit nem tudtam megunni, ezt több mint 20-szor láttam. A Hert, azt egész pontosan tudom, hogy az pontosan 30-szor. Tehát ez a műfaj, ebből is kiderült, hogy igen, a zenés műfaj, ami közel áll hozzám. Hát most lesz egy érdekes kezdeményezés az új könyvbe, egy úgymond bónusz trackként belekerül egy prózai darab, amit én már régebben írtam, de most átírtam egy kicsit, és egy felvonásosat csináltam meg. Az lényegében egy olyan darab lesz, amit akár ilyen diákszínpadok, vagy akár kis bent egy iskolába, egy aulába akár be lehet mutatni, az direkt azért teszem ebbe az új könyvbe, és az az különlegeség, hogy egy lakótelep le van írva, viszont három Shakespeare darabból vannak összeszedve a karakterek, Panel Romeo a címe, tehát a Romeo és Júliából egyértelműen ott van, de van a Szent Iványi államból is egy kis részlet, meg egy kicsit a lóvá tett lovagokból is. És ami még új projekt, az, hogy elkezdtünk csinálni egy musicalt. Ezt megrendelésre csináljuk, aminek én írom a teljes szövegkönyvét a dalok dalszövegekkel együtt. Remélem egyszer elkészül, a zeneszerzőnkön múlik. Ez teljes mértékben színpadképes lesz, úgy érzem, és hát majd meglátjuk jövőre. Szeretnék a fiatalokkal együtt dolgozni, jó pár 18-19 éves ismerősöm van, akik ugye ezen a pályán szeretnének elindulni, és velük beszéltük pont egy hete körülbelül, hogy esetleg közösen csinálunk egy teljesen új darabot. Erre szükség van. Én azt gondolom, hogy Nagy Judit biztos vevő lesz rá a Szabad Színházban adott esetben egyik oldalról, és ne feledjük, hogy azért ilyen értelemben a Vörösmarty Színház is jól járhatna, hiszen nem is olyan régen volt a Fém, a Diótörőcske, úgyhogy azt hiszem, hogy felkészültek. Én érdeklődéssel várom mindenképpen, mert hogy én azt hiszem, hogy ez az, ami a diákszínjátszó köröket is megmozgatja, és ráadásul tehát előre visz mindenféle értelemben, mert abban egyetértek, ahogy a beszélgetésünket kezdtük, hogy bizony egyre kevesebben olvasnak. És... No, hát én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és mondom, kedves nézőink, önöknek is, hogy a közel jövőben olyan beszélgetés sort tervezünk, ahol ezeket a köteteket bemutatjuk önöknek a Paletta magazinunkban. Ábor, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Örülök, hogy itt lehettem, nagyon köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kis Gábor, költő, író volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!